természetesen, amivel tudok segíteni gyerekeknek, sérült embereknek, mindig nagy szeretettel teszem. Ilyen neveltetést kaptam, ez a filozófiám is igazából, és a pozitív gondolatokás az mindenféleképpen hozzátartozik ahhoz, hogy ilyen eseményeken részt vegyek. Friss magyar bajnokként promotálhatod itt a kezdeményezést. Milyenek voltak a Szeged elleni meccsek most? Kemények voltak, nagyon hosszú volt a szezon igazából, ugye mind vállaltottam, mind klubcsapattal, ugye rengeteg mérkőzést, edzést hátunk mögött tudunk, úgyhogy abszolút megváltás volt ez a tegnapi győzelem, és természetesen ugye bajnoki aranya az ember nyakába készülhetünk, illetve most kapunk egy pár napos pihenőt, aztán utána vállaltottal folytatjuk tovább. Magad szempontjából, vagy a csapat szempontjából ezt az első veszprémi szezonodat, meg az átalakult csapat első szezonját, hogy értékeled? Pozitívan mindenképpen, sajnos elcsúsztunk itt a Kiel ellen a negyeddöntőbe. A sorsolásnak kicsit nagyobb szerencsék lett volna, és nem a címvédő Kielt kapjuk meg, hanem esetleg másik ellenfelünk lett volna, akkor lehet, hogy tovább tudtunk volna menni, nyilván ez a múlt. Rágódni nem szabad rajta, igazából azt gondolom, a csapat tisztesen helyt, tehát minimális különbséggel estünk ki a címvédő ellen, azt gondolom, hogy emelt fővel sétáltunk továbbra is az utcán. Ezt a visszajelzések is mutatják, és hát természetesen ugye jövőre igyekezni fogunk, hogy ne bukjunk el egy negyed döntőt, és ott legyünk a Final Four-ban. Mi az, amiben egy második évben előre lehet lépni szerinted az elsőhöz képest? Hát ugye az elsőhöz képest igazából annyira, hogy a játék az memóriából fog jönni, tehát mindenkinek elvileg ugye ez az év alatt leülepedik a játék stílus, a rendszer dolgok támadásba és védekezésbe, úgyhogy természetesen ugye fejlődni mindig lehet, de az, hogy jobban érezzük egymást a pályán, mindenki társaiknak a mozgásához ugye adaptálódott az idei szezonban, úgyhogy jövőre biztos vagyok benne, hogy egy erőteljesebb Veszprémet fognak látni majd az emberek. Tippelj, totóz és játsz a 6-3.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.